Kis Zoltán közgazdász végzettséggel rendelkezik, ami nem megszokott egy kórház vezetőjénél. Mint mondta, ő erre sem hátrányként, sem előnyként nem tekint. Kicsit más, más az én gondolkodásom, máshogy állok problémákhoz, máshogy próbálom őket megoldani, talán máshogy is tárgyalok. Majd az idő eldönti, én azt szeretném elérni, hogy mondjuk 3-4 év múlva ezzel már senki ne foglalkozzon, a kórháznak működnie kell, ugyanaz a cél, mint eddig, a betegek biztonságos ellátása. Én inkább talán abban látom a különbséget, hogy bizonyos problémáknál nem fókuszálok talán az adott szűk probléma halmazra, hanem próbálom kicsit tágabban nézni a dolgokat. Életbe tartottuk a kórházat, ami hál' Istennek persze működött korábban is, de egyre több a napi probléma, ami nyilván az egész társadalomban is látszik, hogy egyre nehezebbek a mindennapok, az itt a kórházon belül is, hát vagyunk közel 1500-an itt, akik itt dolgoznak, mindenki behozza a saját problémáját, miközben ugye hozzánk fordulnak a betegek. Tehát az, hogy működtetni tudtuk, és biztonsága működtetni tudjuk, én ezt egy eredménynek fogom föl. A közeljövő nagy feladata az, hogy végrehajtsuk azokat a szükséges változásokat, amiket most már elég régóta halogatunk, olyan infrastruktúrális változásokra gondolok, ahol osztályokat esetleg össze tudunk költöztetni. Nagyon-nagyon szeretem ezt a kórházat, ez egy teljesen jó 13 hektáros őspark, rengeteg épülettel, csak ennek az üzemeltetése az horrorisztikus költségbe kerül, és rengeteg embert igényel. Sokkal jobb lenne, kicsit kompaktabbra, összehúzva osztályokat, jobb lenne az orvosoknak is, jobb lenne a szakdolgozóknak is, és jobb lenne a betegeknek is, nem kellene ennyi helyre menniük. A kórház anyagi helyzete nem a legjobb, viszont nem is annyira rossz, mint korábban. Stabilan most ki tudtuk fizetni a járulékainkat, köszönjük szépen, ezzel most úgy megvagyunk. Idén ugye kaptunk konszolidációt, ezzel most a kórház ugye elketyeg. A nyári hónapok után mindig nehéz, nem akarok belemenni egészségfinanszírozási kérdésekbe, az lényeg az, hogy a nyári hónapok viszonylag alacsonyabb teljesítményét követően amennyi pénzt kapunk, az kevesebb, viszont a bérek meg ilyenkor a legmagasabbak a szabadságolások miatt, de meg fogjuk oldani, tehát ilyen szempontból nincsen problémánk, nagyon kevés olyan beszállító partnerünk van, aki nem tudja már tolerálni a tartozásainkat. A várólistáink alakulása szerintem szintén nem annyira vészes, annyit operálunk, amennyit csak tudunk. A kollégák, akik rendelkezésre állnak, kihasználják a kapacitásainkat, az ortopédia osztály folyamatosan működött most a nyári időszakban is, tehát persze szeretnénk, ha többet tudnánk operálni, de amennyi orvos rendelkezésünkre áll, ők ki vannak használva, és azt gondolom, hogy nem olyan vészes ez a szám. A főigazgató korábban és most is száfolta az országos sajtóban is elterjedt hírt, ami a Szekszárdi Kórház szülészeti osztályának bezárásáról szólt. Kis Zoltán elmondása szerint ez a pletyka sok kárt okozott nekik. Egyrészt azért, mert azt már érezhetően kevesebb kismama jön hozzánk szülni, nem bíznak benne, hogy itt lehet, pedig lehet és lehet majd későbbiekben is. Másrészt azért, hogyha leülök egy orvossal tárgyalni, hogy jöjjön ide dolgozni, akkor egyrészt az a kérdés, hogy miért nektek még van szülészetetek? Mondtuk, hogy igen, van, meg lesz is. Másrészt mond egy olyan óradíjat, amit nem nagyon szeretnénk megfizetni. Tehát ilyen szempontból ez nagyon nehéz volt. Annak idején ugye megjelentek a sajtóba ezek a hírek, mi mindennek közleménnyel válaszoltunk, nem szerettünk volna beleállni ezekbe a kérdésekbe ennél mélyebben. Működik az összes osztályunk, működik a gyermekosztály, működik az urológiánk is, folyamatosan biztosítjuk és biztosítani is fogjuk az ellátást. Természetesen, mint ahogy az országban mindenhol, jobb lenne, hogyha kétszer ennyi orvosunk lenne, de nincsen. Azt szoktam mondani, hogy akik idejönnek, valóban külsős orvosok, tehát nem a saját orvosaink, ők viszont idejárnak most már olyan régóta, hogy kicsit a sajátunknak érezzük magunkat, mert ők is most már pontosan tudják, hogy melyik fiókban mit kell keresni. A kórház számára fontos a marketing is, azt szeretnék elérni, hogy mindenki nyugodtan és büszkén jöjjön be dolgozni. Itt mondtam, hogy mennyien vagyunk, ha ehhez még hozzáveszünk azokat a munkatársakat, akik már nem a mi alkalmazásunkban állnak, de itt dolgoznak a kórház területén, úgyhogy üzemeltetési feladatokra gondolok, akkor közel 2000 emberről beszélünk, akinek ez a kórház adja a megélhetését. Ez ugyanennyi család jó esetben, és hát gyakorlatilag Szekszárdon és itt a vonzás körzetében nincs olyan, akinek nincs ismerőse a kórházba. Tehát ez nagyon fontos, hogy ők úgy jöjjenek be, hogy fontos nekik a kórház, tehát van egy belső marketing tevékenységünk, az egészségfejlesztés iroda segítségével nagyon sok olyan programot valósítunk meg, amivel próbálunk közösséget építeni, és egy kicsit a belső imást javítani. Kifelé pedig azért nagyon fontos, mert szerintem sokkal, de tényleg sokkal jobb a kórháznak a helyzete, mint a megítélése kívülről. Azt mondják, hogy egy rossz hírt 7 jóval lehet kompenzálni, márpedig az, hogyha valakit meggyógyítunk, az nem jó hír, az a normális.
Tehát nekünk szükség van olyan pozitív impulzusokat adni kifelé, hogy ne azt terjedjen el, hogy na itt most valami nem tetszett, nem értek oda, várni kellett, meleg van. Vannak dolgok, amikkel nem tudunk mit kezdeni, ilyen a meleg, ez adottság sajnos, de az összes többi, mint lehet változtatni, azon fogunk változtatni, és próbálunk aktívan részt venni Szekszárdváros életében is, meg lehet, hogy ki fogunk települni a Szüreti Fesztiválra is, hogy megismerjenek minket. Mi ugye nem egy falak körülvett sziget vagyunk itt a város közepén, mi a városnak a szíve vagyunk, és szeretném, hogy úgy is tekintenének ránk. Amikor megkaptam a megbízó levelet, akkor azt mondtam a kollégáknak, hogy én azt szeretném mondjuk 4 év múlva, hogy ez a kórház ez ugyanígy működjön, mint most, amiben szeretnék előrelépni az a képzés. Mind az orvos, mind a szakdolgozó képzésben szeretnék az jelenleginél aktívabban részt venni, szeretném, ha több rezidensünk lenne, szeretném, hogyha országosan az lenne a hírünk, hogy ide jól jönni, mert nagyon jó a közösség. És minden olyan szakmát, amit a betegek biztonsága szempontjából biztonsággal tudunk művelni, azt műveljük. Amit csinálunk, azt csináljuk jól, megfordítom, viszont csak azt csináljuk, amit jól tudunk csinálni. Nem gondolok őrült nagy változásokra, talán nincs is rá szükség. Mi egy vármegyei kórház vagyunk, az ennek megfelelő feladatokat el fogjuk látni.